Köszöntöm a Sopron TV valamennyi kedves nézőit. Önök a Hajrá Sopron 2023-as januári 4. adását látják. Mai adásunkban beszámolunk az élvonalbeli kosárlabda csapataink aktuális bajnoki mérkőzéséről, majd beszélgetést láthatnak dr. Pongrácz Kristóffal. Adásunk végén pedig bemutatjuk az Alpokalja IJász Egyesületet. A Sopron Basket együttese az élvonalbeli női bajnokságban a Vasas Akadémiával játszott, míg a férfiak az Atomerőmű együttesét fogadták. Yvonne Törden és Ezi McGregor találatai vezették fel a találkozót. Az első szakaszban fejfej mellett haladtak a csapatok. A sérülésből visszatérő Pap Dia triplájával 7-6-nál a Vasas járt előrébb. Ezzel lendületben maradtak a hazaiak, és egészen 11-6-ra elszakadtak. A címvédő jelen a Brooks és Yvonne Turner vezetésével rendezte sorait, így 12-11-nél újra magához ragadta a vezetést. Az első negyedet azonban Pap Dia büntetői zárták, amivel 13-12-re a Vasas ment. A második negyed jelen a Brooks büntetőivel és Salamon Zsófia duplájával indult. Fegyverneki Zsófia triplájával igyekezett új ritmust adni a Sopron 17-17 után, 14-0-val lépett el a címvédő. Ezi McGregor és Varga Alice volt a legeredményesebb ezen sorozat alkalmával. 31-17 után Tóth Orsi két duplája törte meg a hazai kosárcsendet, de érdemben nem változott a különbség. A nagy szünetben 34-21 állt az eredményjelző. A harmadik negyed Madár Eszter és Dragana Stankovic kosárváltásával indult. Pap Dia triplájával és Madár Eszter újabb villanásával 36-28-nál még a lélektani tizedség alá faragta a különbséget a Vasas. Ezi McGregor 2+1-es megoldásával és Böröndi Vivien büntetőjével ismét megerősítette fölényét a Sopron. Az utolsó 10 percnek 52-38-ról vágtak neki a csapatok. Másfél percig egyik fél sem talált be a záró szakasz elején. A Sopron Alice Kunek triplájával és Ezi McGregor két duplájával 20 pont fölé növelte a differenciát. Az utolsó 5 percben 62-40-ről fordultak a felek. Ekkor már nem volt kérdéses a győztes kiléte. Cukordalma is megszerezte első pontjait. A Vasasnál pedig Tóth Orsi triplája zárta a találkozót. A Sopron 48 órával hosszabbításos Miskolci Euróliga mérkőzés után magabiztos 70-49-es sikert aratott a Vasas otthonában. Az együttes szombaton a Csatával mérkőzik meg legközelebb a bajnokságban. A mérkőzés Durham kosarával indult. Fejfej mellett haladtak a csapatok, Jones pedig egalizált 6-6-nál. Egyenlő erők küzdelme alakult ki az első etapban. Volt lehetősége az Asénak zárkóznia, a negyedben több pont azonban már nem született. Pár egységgel a Sopron vezetett. Csendes iratkozott fel az eredmény jelzőre egy tempóval. A későbbiekben Durham kettesével jutott kis levegőhöz az SKC. 33-33-nál ismét döntetlen mutatott az eredményjelző. Csirke Ferenc időkérése után Edwin tett fel egy pincért, Atkinson révén azonban újból a vendégeknél volt az előny. Egy pontos vendégelőnnyel mentek szünetre a csapatok. Buckingham triplával indult a második félidő, Joseph egy kettessel vetette észre magát. Továbbra is kiélezett mérkőzés folyt a pályán. Joseph triplája úgy kellett a Sopronnak, mint egy falat kenyér, végül pedig Edwin dudaszós kosara zárta a negyedet. Egy labdaszerzés után Edwin zsákolt óriásit, Atkinson verte meg Durhamet, így először a mérkőzés folyamán 10 fölé kúszott a differencia a záró etapban. Flevarakis mester természetesen ezt már nem hagyta szó nélkül, időt kért a görög tréner. Jones hármasa volt a záró etap első hazai kosara. Folyamatosan lehetősége volt zárkózni a Sopronnak, valamint a szűk rotáció miatt a Paks láthatóan fáradt, de valahogy ez nem akart nekik összejönni. Takács fontos triplát dobott be, Pajor azonban rögtön válaszolt, és már csak egy perc volt hátra. Edwin nem csak kipontozta magát, de egy sportszerűtlennel tette mindezt. Az utolsó momentumokban Buckingham elizgulta a büntetőket, viszont Joseph csak kettes dobott, az idő lejárt, a Paks így behúzta a mérkőzést 80-78-ra. A soproniak legközelebb az MVM Osa Lionsszal találkoznak szombaton.
Hölgyeim és uraim, tenisszel folytatjuk a Hajrá Sopran című műsort, mert hogy nagyszerű eredményekről tudunk beszámolni, ugyanis dr. Pongrácz Kristóf számos nagyszerű eredményt és dobogós helyezést ért el 2022-ben, így egy remek évet zárt, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Pongrácz Kristófot. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, üdvözlöm a tévénézőket. És nagyon sok szép eredményt írtam ide fel magamnak, de még mielőtt arról beszélgetnénk, hogy milyen első, másik, harmadik helyezés volt 2022-ben, vagy még előtte. Azért kanyarodjunk egy kicsit vissza az időben. Hát, hogy tudjuk azért, hogy Sopronban egy szép virágzó tenisz élet volt korábban, és meg azt gondolom, hogy most sem lehet semmi panasz. Te aktívan foglalkoztál a tenisszel, aztán volt egy kis megállás, aztán újra elkezdted. Mesélj a pályádról. Hát igen, még a pályának a kezdete az még a múlt évezredre vezethető vissza. Ugye a 90-es, illetve a 80-as évek közepétől gyakorlatilag 2002-ig aktívan játszottam, az nevezhető igazából az aktív pályafutásomnak. Hát itt ifjúsági játékosként, tehát korosztályos játékosként is, és felnőtt játékosként is a soproni csapatban játszottam, az SVS-e csapatában. Aminek a csúcsa 2001-ben a Szuperligában való részvétel volt, számos nagy soproni teniszező névvel, mint Babos Csaba vagy a Hajnal testvérek, Steiner László, ővelük játszottam egy csapatba, és 2003-ban hát egy rövidebb, illetve egy hosszabb pihenőt tartottam, egy 10 évig szögre akasztottam a teniszütőt, illetve mindenféle sportnak hátat fordítottam, és aztán utána 2013-ban kezdtem újra. Mi történt akkor 2013-ban? Nem tudom. Hiányzott. Igen. Hiányzott igazából addig, abban a 10 évben a civil életben tevékenykedtem, munkámnak éltem, aztán utána így van, hiányzott a mozgás, hiányzott a sport, és ez vezetett arra, hogy visszataláljak. És mondjuk arra nem kérdeztem rá itt a stúdió beszélgetés előtt, hogy 2013 és 22 között milyen eredmények jöttek, de azt tudjuk, hogy 2022-ben számos siker, és nem is akarom húzni az időt, majd utána beszélgetünk másról is, de kezdjük, nem is tudom, hogy onnan kezdjük, volt itt egy Európa-bajnokság, és nem kronológiailag akarok most végigmenni, de volt itt egy EB plusz 55 harmadik helyezett párosban, bronzérem Európa-bajnokságról, óriási, hát mesélj erről. Ez a tavalyi évben, tehát 22 júniusában volt, igazából Umágban, Horvátországban. Gyakorlatilag a senior teniszben 2021 óta szereplek. Akkor előtte is játszottam más korosztályos versenyeken, azok főleg orvosbajnokságok voltak, hazai és külföldiek, és 21-ben döntöttem úgy, hogy az igazi senior bajnokságokba, akár a magyar, akár a külföldieken el fogok indulni, és 22-ben kimentünk az Európa-bajnokságra egy elég népes magyar küldöttséggel, 40 fő volt kint, és Szabó Miklós barátommal párosban harmadik helyet értünk el igazából. Még azt is mondanám, hogy egy kicsit csalódást keltő harmadik helyet, mert mi az első helyet céloztuk meg, egy hajszálon múlt, hogy nem sikerült az elődöntőbe nyernünk. Jó hangulatban? Kiélezett mérkőzések közepette zajlott az EB? Kiélezett mérkőzések voltak. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a negyed döntő is, tehát az elődöntőbe való jutás is egy nagyon szoros mérkőzést hozott. Tehát a világranglista, páros világranglista negyedik és ötödik helyezetje ellen játszottunk. Ott sikerült kétszoros szedben nyernünk. Hát az elődöntőbe pedig a világranglista vezető, és nem tudom én hányadik helyezettje ellen, ott sajnos kikaptunk döntőszedbe. Egyébként elképesztő, hogy a teniszsport is olyan, hogy ebben a korosztályban is ugye van világranglista, külön számon vannak tartva a játékosok, ezért is mondhatni azt, hogy én azt gondolom, hogy egy nagyszerű eredmény ez az EB bronzérem. Hány évente rendezik meg egyébként az EB-t? Évente rendezik. Tehát, hogy itt is évente. Akár majd erről is beszélgethetünk, hogy évente. 2023-ban meg lehet az arany is. De ne menjünk annyira előre, mert itt van, ahol mint említetted, orvosbajnokság is. Tudni kell rólad, ugye, hogy fogorvosként
tanárként praktizálsz, ahol hát nagyon-nagyon jó eredményt értél el egyéniben és párosban is, illetve a szenior vidék és magyar bajnokságon is. Igen, hát az Európa-bajnokság után jött a magyar orvosbajnokság, ott plusz 55-ös kategóriában egyéniben első, és a szintén soproni illetőségű Cucor Huba barátommal és társammal pedig párosba szintén első helyezést értünk el plusz 55-ben ezen a magyar orvosbajnokságon. Pár héttel később, azt hiszem két héttel később pedig a szenior vidékbajnokságon szintén plusz 55-ös kategóriában első hely, és párosban szintén plusz 55-ös kategóriában első helyet értem el. Tehát megnyertétek tulajdonképpen, megnyerted az orvosbajnokságot, a szenior vidék és magyar bajnokságot is, EB bronzérem, nem akármi, és akkor én itt gondolkodtam azon, hogy 2013-ban újra elkezdtél teniszezni, és mi történt 2022-ig? Tehát akkor addig nem jöttek az eredmények, vagy nem igazán versenyeztél? Hát szép fokozatosan kapcsolódtam újra bele a versenyzésbe. Tehát 13-ban elkezdtem játszogatni, egy kicsit kondicionálisan feljavítani magamat. Aztán egy-két éven belül elkezdtem az orvosbajnokságokon részt venni. Ott igazából helyezéseket értem el, második hely, harmadik helyeket, párosba első. Párosba két évvel ezelőtt is megnyertük igazából a magyar orvosbajnokságot. Aztán utána elkezdtem már a külföldi orvosbajnokságokra járni. A 2017-ben az orvosvilágbajnokságon például egyéniben második lettem. És aztán utána, ahogy említettem korábban is, 2021-ben pedig a szenior bajnokságokat céloztam meg, vagy azokat is megcéloztam. És hogy kell ezt elképzelni? Miként kell készülni ilyen versenyekre? Mert itt azért nem beszéltünk arról, hogy jó, elszórakozunk egyet, ellötyögetünk, ütögetjük egymást. Itt azért gondolom igazi profi játékosok is feltűnnek, meg nem profik is, de készülni mindenképpen kell. Hogyne? Tehát gyakorlatilag a felkészülés az kicsiben ugyanaz, mint az aktív profi játékosok. Nyilván nem akkora stábban, nincsen mondjuk fizioterapeutánk, nincsen pszichológusunk, de edzőnk egyébként van, és ugyanúgy, hát ki mennyi időt tud rá szánni. Heti 4-5, vagy de akár 7-8 alkalommal is lehet edzeni. Akik egyébként már ilyen helyekre, hogy Európa-bajnokság vagy világbajnokság kikerülnek, hát ott tulajdonképpen egy dekazsír nem található a játékosokon. Igazából régi világnagyságokkal is találkoztam. 2021-ben a világbajnokságon, szenior világbajnokságon világranglista volt Grand Slam győztesekkel, akik szintén a szenior kategóriába indulnak jelenleg. Ez két név beugrik? Andres Jarit például, hát ő többszörös svéd illetőségű, többszörös Grand Slam bajnok párosban, világranglista 5. volt, az orosz Cserkaszov, tehát ők, és hozzáteszem, hogy nem ők a legjobbak. Tehát per pillanat vannak, lehet, hogy korábban amatőr játékosok, akik még többet edzenek, még többet tesznek bele most a sportba, úgyhogy lehet, hogy ők legyőzik őket. Tehát nagyon kemény melót kell beletenni ebbe is, hogy van. Tényleg jöjjenek az eredmények. Ez meg különösképpen én azt gondolom, hogy jól esik az embernek, ugye? Így van. És te miért gondolod azt, hogy most itt mondtuk, hogy plusz 55-ös korosztályban, de hogy szükséged van a sportra, meg ezekre a versenyekre? Hát élményt ad igazából, imádok teniszezni, tehát ezt abban a 10 évben is imádtam egyébként, amikor abba hagytam, ott éppen valami miatt besokaltam, valami miatt úgy kellett lenni ennek. Most már egyébként bánom így utólag, hogy az kimaradt, mert elképzelhető, hogy akkor, ha nem állok le, akkor talán még jobb lehetnék. Most már ezen kár bánkódni. Mondom, szeretek teniszezni, egészséges, igazából fitten tart. Ennyi, igazából. Igen, és hogy kell elképzelni mondjuk a felkészülést? Tehát mire kell ügyelni? Egyrészt ugye fizikálisan, tehát egy-egy edzést
futásból áll, aztán nem tudom, igen, hogyan épül fel? Hát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy egy olyan hetente, ha időm engedi, akkor egy olyan 4-5-ször játszom egy-egy órát, aztán a versenyek előtt ezt már emelem 2, esetleg talán 3 órára, közben heti 2-szer futás, és heti 1-2 kondi edzés igazából, ami így belefér, és nyilván a versenyek előtt azért sűrítem ezeket az edzéseket. De van olyan is, akinek kevesebb is elég. Mi 2023-ra a terv? Akár meg lehet az arany is az EB-n, vagy nem tudom, hogy VB lesz-e? VB lesz, ott a VB-n ott van csapatverseny is, és egyéni verseny is. A csapatba borzasztó nehéz bekerülni, 4 személyes a csapat. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a plusz 55-ös korosztály magyar szinten borzasztó erős, tehát ott vagyunk egy olyan 80 körülbelül egytudásúak, nagy tülekedés lesz a csapatba kerülésért, de egyéniben elindulhat bárki, tehát igazából Portugáliában lesz nyár közepén a világbajnokság augusztus eleje felé. És Európa-bajnokság? Európa-bajnokság ugyanúgy Velilosinyban lesz, rosszul mondtam egyébként, elnézést, tehát nem Umágban, Umágban a világbajnokság volt 21-ben, Velilosinyban volt az Európa-bajnokság, most is Velilosinyban lesz, ott 3 éves koncesziót nyert a Ljubicsics Akadémia, és most is ott lesz. Azt hiszem, hogy június közepén. Meg lehet ez arany is akár? Hát Párizsban mindenképpen szeretnénk, egyéniben meg ki tudja. És a hazai megmérettetéseken mi a terv? Hát hazai megmérettetéseken szintén minél jobb eredmény elérése. Nem szeretek előre jósolni, nyilván mindenki a győzelemre tör, mindenki mindig a győzelemre tör, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És na, arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy aki mondjuk sportban gondolkodik így fiatalok, mert tudom, hogy ugye neked is van fiad, mit javasolsz nekik, hogy miért érdemes elkezdeni a teniszt? A tenisz egy olyan sportág igazából, amit persze gyerekkorban is el lehet kezdeni, de felnőtt korban is, sőt, nyugdíjas korban is el lehet kezdeni. Igazából örömet ad, egy játék. Egy játék valakinek a legyőzése, vagy valaki ellen, akár egyénibe, akár párosba is. Mozgás, egészség, ezt adja igazából. És itt nagyon jó lehetőségek vannak egyébként Sopronban, úgy hallottam, teniszhez. Igen, habár az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a soproni teniszpályáknak a száma az megcsappant, tehát igazából azért bezártak néhány teniszcentrumot, néhány teniszpályát, ahol egyébként annak idején én is a labdát ütöttem, a Lövér Sportcentrum például, most igazából a fűti fel a fejét a teniszpályán, nem pedig a labda pattogott. De igazából még mindig van egy olyan három hely, vagy három olyan teniszcentrum, ahol lehetőség van a sportot űzni. Tehát ki lehet próbálni, igen, meg te is. Igen. Azt gondolom, hogy nagy terveket szövegetsz. Meddig lehet teniszezni, hogyha már itt tartunk? Ezt halálig lehet csinálni. Ezt halálig. Egyébként a senior kategóriába is most bővítették a korosztályoknak a számát, és plusz 30-tól plusz 90 éves korig vannak kategóriák, tehát igazából tényleg a halálig lehet játszani. És a fogorvosi munka mellett azért ez nagyon kikapcsolja az embert. Fogorvosi munka mellett kikapcsol, illetve jó kiegészítő, tehát igazából a előnytelen testtartást javítja, stb. Nagyon jó. Öröm volt hallgatni, tényleg ilyen szép eredményeket hoztál. Gratulálok ehhez, és hát akkor a további karrierhez is sok sikert kívánok, és akkor kíváncsian várjuk majd az újabb eredményeket. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen dr. Pongrácz Kristóf teniszjátékosnak. Folytatjuk egyesületi bemutatónkat, ezúttal az Alpokalja Híjász Egyesület sportolói mutatják meg tudásuk legjavát.
A történelmünkkel is szorosan összefonódott az egyik legősibb sportág, az íjászat. Ez a mozgásforma bármely korosztály számára megfelelő, az Alpokalja Íjász Egyesület 2019-ben alakult, céljuk, hogy ezt a remek sportot mindenki megismerhesse. Gyakorlatilag nálunk a 7 éves korosztálytól egészen a szépkorúakig mindenki fellelhető. Pontosan azért, mert kezdheti el ezt bárki, akár fiatalkorban, akár egy idősebb korosztályban, akkor is ugyanolyan sikereket tud elérni, és ugyanolyan sikeresen tudja az idejét tölteni, akár itt a pályán, hobbiíjászként, vagy akár versenyzőként, a bármelyik Magyar Íjászszövetség által szervezett kvalifikációs versenyen, vagy akár az örömíjász versenyeken is. Ez a sportág rendkívüli koncentrációt és technikai felkészültséget igényel, de a versenyzők időről időre kimagasló eredményeket szállítanak a megmérettetések széles spektrumában. Körülbelül 20 fő az, aki aktívan versenyző, és a legszélesebb spektrumot tudjuk lefedni így a úgy kategóriák, mint korosztályok tekintetében, mert akár a számszerű íjász, akár a történelmi íjász, akár a reflex vagy a csigás íjászok is mind-mind szép eredményeket hoznak. Az elmúlt időszak mutatja, hogy több országos bajnoki címet, illetve több suli íjász bajnoki címet is sikerült magunknak begyűjteni. A legfiatalabbakat, de az idősebb korosztályt is képes megszólítani ez az egyedi sport. Magyar Balást 6 éves korában, Marics Józsefet pedig nyugdíjas évei elején találta meg az íjászat. 6 éves koromban még iskolát ismerkedtem meg vele, és ami miatt elkezdtem végül lőni, az a sok érdekes verseny, az edzések, a kedves emberek és az ismerősök voltak azok, meg persze a szüleim támogatása. Hogy nyugdíjba mentem, úgy döntöttem, hogy valamit kellene a szabadidőmmel kezdeni, és hát megismerkedtem az íjászattal, és tavaly nyáron megvásároltam az első íjamat. Egészen addig nem voltam kapcsolatban az íjászattal. A tagok a közösség erejében hisznek, ez az egyesület legfőbb erénye. Szeretem a közösséget, a gyerekeket különösen, így aztán szívesen nézem az ő munkájukat. Az is motiválja az embert, én is motiválom őket, ők is motiválnak engem. Az íjászatban ilyen értelemben egyenrangúak vagyunk. Amióta lövök, azóta tanulok, és ez még nagyon sokáig így lesz, sőt, örökké. Mindig van valamit tanulni, és már élvezem, hogy elmegyek egy versenyre, mindig úgy jövök el, hogyha még rosszul is teljesítettem, hogy élveztem, és ott voltam, és jó volt. Nézzük a hét sportprogramjait. A Sopron Basket a Gironát fogadja az Euroligában. Szombaton rendezik meg a lőverúszodában az úszó diák olimpia országos elődöntőjét. A bajnokságban is pályára lép a Sopron Basket. Az együttes a csatával mérkőzik meg. A Sopron KC pedig a Lionsszal csap össze szombaton. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak, kövessenek minket a Facebookon és az Instagramon is Sopron Média néven. További jó szórakozást kívánunk, mindent bele, hajrá Sopron!